A szeretet áradjon szét a földön, mindenki ossza meg mindenkiből a sütét, és legyen egy szép új világ! Ja nem. Figyelmeztetés, a videóban előfordul a csúnya beszélés, még káromkodás, kérlek ennek tudatában folytasd a tartalom megtekintését. És használt boiler van eladó. Sziasztok srácok, öt fiúk lányok a csatornámon, de én csatornáján vagytok. Üdvözlök mindig is a mai játék a Seven Days to Die. Aki nem ismerne, esetleg ez egy túlélő apokaliptikus zombis játék, ahol elősen craft rendszerű, mint egyébként a legtöbb túlélős játék, de itt tényleg nagyon komoly, bonyolult craft rendszer van a játékban. Nodé, kezdjük is el, először is egy beállítások játékos profil. Ugye tudunk létrehozni teljesen új profilt is. Éj, apukém! De én ezt most nem akarom. De azért végigmegyünk rajta, hogy milyen alapkarakterek vannak a játékban. Mik ugye meg vannak csinálva, a női férfi karakter van természetesen. Most de ismerős ez a kari. És végigmegyünk, van itt minden gyereket, mint karácsonykor. És ezzel a résszel nekem nincs is bajom. Nyilván azért ismétlődnek a karakterek, annyira nem válik részletessé a dolog. Nyilván nincs mindegyiknek gondolom külön más hangja. És itt van az én kis saját karakterem, én ilyen karaktert csináltam. Szerkesztelés lehet újat létrehozni, de elfogadjuk ezt úgy, ahogy van. Illetve a játék folytatása, tudja single player multi, nem single player. Egyébként utólag is lehet állítani a dolgokat. És akkor indítás! Nem próbálok az alapokat elmondogatni a játékban, lehet, hogy ez csak egy kev csinálom ez, de lehet, hogy az lesz, hogy ott valami hibát írtam ide. Vagy lehet, hogy az lesz, hogy izé... Érdekes volt, hogy hibát kaptam. Lehet, hogy pont azért, mert megváltoztattam a karaktert. Érdekes. Na mindegy. Ott tartottam, én is mondom valami simán. Hogy megpróbálok mindent bemutatni a játékkal kapcsolatban. Már amennyit bírok, amire idő engedi, és lehet, hogy megszívom, aztán a nagy bemutatásból semmi nem lesz gyerekek, mert úgy megszívom, hogy ahogy csak lehet. Ugyanis a játék kibebacolta nehéz. És akkor még finoman fogalmaztam. Már sérülve vagyok? Oszmír. Amint látjátok, egy kicsit a head, még a többi dolgot mutassuk be. Ugye fölül a pontos idő van, ugye az alapjátéknak az a lényege, hogy 7 nap múlva egy nagyon nagy zombi invázió várható, és lebontanak mindent, amit egyébként nem is értek a játékban, hogy miért van, mert konkrét házakat bontanak le. Ugye mindent ír, magyarra le lehet magyarítani a játékot, szerencsére van egy ilyen online, nagyon jó beépülő történet, ami segíti nézni a frissítéseket, és majdnem minden verzióhoz rögtön van szinte magyarítás, úgyhogy nagy pacsi a magyarító emberkének. Lehet, hogy a leírásban benne lesz a link. Na, elbetűvel tudjuk nyitni a dolgokat, itt ebben most semmi nem volt, de közben írja, hogy mivel mit tudunk csinálni. Egy kicsit körülményes, nem egy rászt, a rásztot egyébként sokszor fel fogom hozni, de a hasonló játék. Ami ebben a játékban megvan, erre teszünk be mindent, az a TK. Ami ebben a játékban megvan, az pont hiányzik a rásztból, sajnos. És ami a rászban benne van építkezésre, mert csomó minden másra, az pedig ebben a játékból hiányzik megint csak sajnos. Itt a kapszenszer nagyon jó, a grafika, hát, hogy is mondjam, nem annyira rossz végül is. Én nekem a Skyboss például kifejezetten bejön, de egy kicsit igazából nagy gépigény van. Ezt közben meg is leszünk, jobb gomba leszünk, meg minden, ez volt az evés animáció, 100%-on is ők éhes. És akkor kezdjük el, ugye jobb oldalt látjátok fölül, hogy egy feladatot végre kéne hajtani, ugye szedem közben a köveket, és az egyik az, hogy növényeket kell szedni. Minemes egyszerűségem jobb horgok bevitelében meg is valósul, ugye a növények tekintetében. Meg is van a 20 növény. Innen szét lehet ütni, hát a kaktuszt azért nem próbálnám ki, mert gondolom, hogy megsérülnék. Nem, menj már. Fölment az életem. Kajáltam, igen, az visszatölti egyébként, mint a legtöbb játéknál.
Na most a helyzet a srácok, hogy a fejlődési rendszer és a csomó minden, nagyon sok minden van a játékban. Az a helyzet. Az mindennyit szedtem? Az igen, fél órája jutom. Baszki. Miért itt az elején az gáz? Mindegy, amit csináljuk meg a tutoriált, amit kér. Itt mindig a kalapácson vannak az alap dolgok. A házba való dolgok, építési dolgok, fegyverek, ugye maga a kraftoló rendszer, ez a kőbaltával tudunk mindent egyébként alkotni, kajás témák, amiket össze lehet vegyíteni, a tudományos dolgok, ruházat, illetve berendezés, a karakterünk ruházata. Hát, hogy mi hogy befolyásolja, egy kicsit bágos az időjárás, meg a hideg-meleg érzet, meg a többi, most ugye sivatagban vagyunk, és például nem is írja, hogy hogy érzem magam. Ugye itt van éppen a hogy hány halálod volt, ugye újra kezdett játék, meg több távolságok, az élet hossza, minden, és ráadásul magyarul, ami tök jó. Ugye itt van a küldetés, ugye készíts egy három zsákot gyűjtött növényi rostokból, ha összegyűjtötted a szükséges mennyiséget, nyisd meg a tárhelyednél, bla 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 bla, mindegy, ebben nem menjek bele, úgyis látni fogjátok. Ugye itt van egy napló, az alapvető elsősegély, alapvető küldetés, követés, illetve hát a játékosok, de hát most nincs, és nem is lesz, mert a single player, ebből egyébként lesznek, vagy multi, hogyha talán a kalember kommunikál is, és játszik a játékkal, és normális, akkor biztos fogunk kópozni, és túléléseket játszani ebben a játékban esténként, az úgy para. Na, ami egyébként nálunk van, ugye a hátot kezdtem el magyarázni, illetve a dalantól beállításokban, bal oldal a kék 100 per 100 az a staminánk, az erő, amivel tudunk futni, emelni, ugrani, stb. Ez nyilván radikálisan fogy, hogyha kapunk egy-két sallert, az amik egyébként nagyon hamar szét tudnak szedni minket. Az alatt a 100 per 100 nyilvánvalóan az életértelemszerűen, a térkép az embetűre nyílik, ki tudunk zoomolni az egérrel, és szembesülünk azzal, hogy valami hihetetlen vagy a map, szóval hatalmas. Úgyhogy ezt is majd idővel egyébként be kell járjuk, mert az utolsó feladatunk. Ez mi volt? Pénztárca? Anyád? Mekkora mákon van, baszki? Közben van olyan labon valami miatt, hogy beszalad. Nem tudom miért. Nem beszaladhatok valami tulajdonképpen. Mert ki is tudjuk szedni a dolgokat, meg ez most nagyon kemény, gyerek. Ez rohadt jól jött. Zsír! 15-9 a őszerszám. Ez nagyon jól jött, ez szerencsés vagyok. Ez nem szokott, hogy ugye R-betűvel mindent el tudunk tenni. Ez úgy tett, hogy érintetlen, hogyha valamiért föl van kurva, akkor nyilván azt mondta, hogy üres vagy, és ott van benne olyan, akkor azt mutatja, amit benne van. Mindent érdemes átturkálni. Rengeteg mindent lehet kraftolgatni, és legalább az első este valami menedéket találjunk, hogy csak nem akarjuk átvéleszteni az éjszakát, ami azért szíves, mert már ott van is egy zombi. Nagyon szép textúrája vannak a játéknak, egyébként mindenről van. Víz, elsősegélycsomag, foyer. Egyébként a kontroll lebugolunk, akkor észrevétlen módban vagyunk, ha esetleg látnak minket, akkor üldöznek téged, vagy valami hasonló dolgot ír ki. Ez a lyukka gyümölcs egyébként az azért jó a sivatagos rész. Csomó mindent össze tudunk szedni, és bazdok. Egy fa van nálam, azt a roha. Van bele kéne húzni sárcok, mert mutogatom a dolgokat, és közben pedig... Ó, mellény. Ugye az olvassal megtanulom az eszköz elkészítését. Ez tök zsír. Egy olyan tök jó dolgok vannak itt a csinál. Faja. Jaj, majdnem beleléptem a tüskére, vigyázni kell, abban nem kéne belelépkedni. A lyukákat összeszedem, majd meglátjátok, hogy miért szedem össze. És a vízpótlás, ez nagyon fontos a játékban. Jaj! Majdnem belementem megint csak. A vízpótlás az elsődleges a játékban. Főleg, ha ilyen sivatagos részen vagyunk most, ahol vagyunk, ugye. Megnézzük a szemetet is. Üvely, abból tudunk majd lőszer. Nagyon komoly akar a rendszer egyébként, srácok. Jó. Az alapvető feladat az kalapács.
És akkor a hálózsák elkészítését fogjuk eszközölni. Úgy ahhoz kellett ugye a tucni-mucni. Én azt javaslom minden kezdőjátékosnak, hogyha random generál pályán kezdem, van a játéknak egy beépített alappályám, ami sokkal egyszerűbb minden is, általában kicsit kövérebbek a lútok. Én még így pisztolyt nem találtam ezen a random pályán, mert nem ez az első pálya, amit próbálkozok, csak mondom, az alaptutoriál, mondom, vagy kepcsináló lesz ebből, vagy lesznek komolyabb részek, esetleg idézőjelben végigjátszás, vagy ilyesmi. Hát ezt nagyon végigjátszani nem lehet, csak megunni. No, mik egyébként elég brutálok. De üres, ugye, ezt már hozzányoltunk. Na most az a bajom, igazából, ott is egy, ott az, az egy ház, két ház, három ház, négy ház, öt ház. És az elsődleges az, hogy találjunk magunknak egy házat, úgyhogy most lesz ez zörögni egy kicsit. Jobb egy ököllel széjjelverő nyorsan. Mert ugye most azt akarja tőlünk, hogy tegyük le a hálózsákot, mondjuk ezt is meg tudjuk tenni, csak azért, hogy békén adjon minket, és hogy haladjunk a tutoriállal. Ez úgy működik, hogy elmegyünk. Igen, mondjuk egy kicsit érdekes, mert lebeg, mert színbe teszi, nem pedig lapra. Leraktuk, nagyon babeszkú, most már megvan ez a úgymond ez, amit meg kell csinálnunk. Ugye ki is írja, hogy food at you, alul. És már ott az újabb, ez a kő darab, és a legfontosabb dolog a játékban tényleg a kőbalta egyébként, mert azzal tudunk bármit kraftolni, de tényleg az életvilágon bármit, mindenhez kelleni fog, elég kutya. Megolna egy rész körülbelül olyan, mint a rászban a fakalapács. Ugye rámegyünk, hogy szerszámok, itt van balta, és rájövünk, hogy nincs elég növényi rastunk, mert elhasználtak az ágyhoz. Akkor kicsit még itt legeljük a különböző növényi anyagokat, hogy meg legyen a szükséges mennyiségünk. Szerintem ez már bőven elég lesz. Nem. Májján már nem is izé. Kő nincsen. A kő ez egy kicsit érdekesebb történet. Ugye megtaláljuk elszórva is, mint a legtöbb ilyen túlás játékban. Illetve azon belül... Jajajajaj. Egy fészek. És átnézzük az erre nézzünk át, mint mondtam, az erre lakjuk el TK-ban dolgokat. Hát itt még az elején ugye minden tékálozunk többnyire. Néha igen, a hangokkal apró kis bug. Most indult be ez a fajta hangos megoldás pedig, és nincs külön gyerekeknek, hogy én vagyok a hülye. Itt tényleg csak ilyen fák vannak. Van közben haladjunk gyerekek, mert ha nem is közben megszívjuk. Rohadt kő, na ott egy kő. Akkor már a fészket is megnézzük, ha ott vagyok. Ja. Igen, jó. Ketten is vannak. Visszavettek? Még nem. Jajjajjaj. Ó, kő, észre. Igen, gyerekek, ez legtöbbnyire kraftolgatunk meg, mondjuk szedegetünk, mert hát ez ilyen lootos cucc, szóval akinek ez nem jön be, annak nyilván a játék sem fog bejönni. Hopp. Igen, hát a hölgynek sajnos nem jött össze a történet, és egy kaktuszba sikerült neki belépnie a hölgy zombónak. Ezáltal teretegedve arra, hogy agyon üssük. Ezt fogom most előbb megcsinálni. Jön már egy a kélarcú. És kell nekünk a... kolapácsot utána csinálj egy szigőre. Jön már, hölgyemény. Vigyázni kell, hogy ilyenkor hajlamos a játék azt játszani, hogy mögénk teszi a többit. Ugye most megint tovább jutunk a tutoriál részéről. Hajd meg! Megütött! Megütött a genyó! Mindjárt segítek el rajtad, várjál, ott beverek, hogy befosol. Figyeld, induló csak, hop-hop. Leugrott a burája. Vizet is adott meg minden. Itt még vannak kövek. Ugye ezek az alap dolgok, amiket meg kell szereznünk, így mondom rögtön az elején a témának. Illetve
a jukka gyümölcsös cuccot innen is tudjuk szedni, nem csak ezekből a kis szőrös bigyulákból. Nem, ez ugyanaz egyébként. Növényi rostot is ad, meg általában gyümit is ad. És a gyümi az azért fontos, mert ugye most főleg sivatagban vagyunk. Én nem tudom, nekem ez a hideg-meleg érzet ez a játékban többnyire bugolt srácok, úgyhogy ez mindig tapasztalatok maga. Nálam valamiért egy bugyiba is nem fagytam meg, utána meg nagykabátba szénné égtem 90 fokon, le kell magad hűteni, meg fürdeni, szóval ez egy kicsit vagy nincs egybe, vagy bugol, vagy nem tudom. Aztán mindenki tapasztalja meg maga. Viszont ugye itt van nekünk tiszta vízünk három üveggel is. Ami azért jó, mert pótolni kell idővel a vizet. Megiszunk egy üveggel, és ugye 100%, és lett nekünk ide egy üres üvegünk. Ami azért jó, mert 50-es éve van ez a lyukka gyümölcs, és minden tárgynak megvan a recept, hogy miből, miket lehet, mondjuk a gyógyszernek nem. De mindenből látod, hogy mennyi mindent lehet összegyártani. És nagyon fontos dolog, ugye ezt meg tudjuk enni egyrészt, és ő egy zombi, fantasztikus. Illetve a recepteken belül lyukkaitól tudunk belőle csinálni, amivel te lesz az üveg 11. másodperc múlva. És azért jó ez a sivatagos rész, mert itt annyi van belőle, hogy szomjan nem halsz. Viszont ha havas része rész, ott meg hógolyó van, de azt ritkábban oldod meg, legalábbis én nem nagyon találtam itt másodpercenként havat, a hógolyós témát, amikor ott már forralni kell, sokkal bonyolultabb, mint maga ezt a gyümölcset elkészíteni. No de! Tényleg haladjunk, mert az lesz a végén exió. Nagyon nagy szerencsém volt a fegyverrel, ugye? Jó napot! És közben csokolom! Hopp! Egy briós! Hopp! Még egy! Hopp! Még egy! Hopp! És padlót fog, ilyenkor nagyon gyorsan nekem is. És ütni, mint az állat, amit bírjátok. Semmi nem volt nála, hát ez mi? És akkor ő egyébként tudom szedni homokot, sódert, az építkezési csomó minden követ. Amire szerintem legelőször nagyon nagy szükségetek van, az egy olyan ház, ami többszintes, és tetejére fel tudtok menni, de a zombik nem tudnak fölni a tetejére. Ott valahogy próbáljátok meg magatokat elbarikádozni, én ezt tudom javasolni, mert a leges-legelső nap annyi mindent nem fogtok tudni összeszedni, hogy mondjuk egy óra alatt ne legyen este, és este bizony a zombik jönnek, és megcsinálnak, úgymond. Így szétesnek a dolgok, és akkor külön-külön megint négyszereket lehet ütögetni belőle. Én még nem tudtam odáig eljutni, hogy a kohóig el, és akkor saját kohóm legyen. Ez a házokban általában van, szóval be is lehet telepedni. Viszont a játéknak egy furcsaságos srácok, hogy a zombik nem csak az ajtón mennek be, hanem konkrétan szétverik az egész házat. Most olyan szinten higgyétek, hogy a falon mennek be oldal, és ezt a ripityára verik az egészet. És annyiból rossz az én taktikám, hogy ha azt a felet is kiütik, amint támaszra van a te talapzatod, és mondjuk nincs egy külön szint fölépítve fölül, akkor bizony az a szint ugrik le, és véged van. De mivel ahogy a játéknak ezen része eléggé gyorsan halad, milyen rögtön van? Hát igen, ez optimalizálhatóan a kicsike. Mivel a játéknak ezen része eléggé gyorsan halad, így az, hogy jussál valamire, ez egyik a fizetőeszköz, az a pezó valami. Minden jó valamire, olyan nincs, hogy valami nem volt semmire, még az emberi ürülőt is fel tudjátok használni. Ennyiből mondom, hogy nagyon-nagyon komoly és összetett a játéknak a craft rendszere, már mondtam. Viszont az építős része, meg a többi egy kicsit gagyesz. A rest nekem ennyi, ebből sokkal jobban bejön. Ha a két játékot összegyúrnánk, egy nagyon fasz játékot kapnánk, mert ugye a Restal meg az a baj, hogy 4-5 éve fejlesztik, és még mindig nulla, szóval a pofátlanság többet, mint a Restal előadnak, és egy gagyi PvP crawl lett abban a játékból, értelmetlen DLC-kkel, és hát frissítésekkel úgymond. Ezt most nem tudtam, kezdene sokan lenni, az a baj. Nagyon gyorsan elfutunk. Baszki. Az nem nyert szerintem. Bár mondjuk. Tudod, hogy tele van zombival. Várunk egy kicsit, egyébként elbújni így tudunk, amíg észrevem vesz meg. Ha észreveszem, akkor meg üldöznek téged, vagy valami ilyesmi. Na most úgy néz ki, hogy... Mert ha elfutunk egyébként nem...
rohannak utánunk, és úgy sütünk, vagy olyasmi dolgokat csinálunk, akkor egyébként megtalálnak, szóval. Ugye megcsináltuk a cuccat, most ugye növényi rostokból kéne ruhát gyártani magunknak, de hát csináljuk meg, ha már egyszer ez kell, ugye megint a kalapács, az alap dolgok, ruházat, és akkor mit kell? Kesztyű, cipő, sapka, nem már gyökér, nem fogom megúszni. De vagy nem sok időm van az a helyzet. Ugye már ott mutatja, hogy mik vannak megcsinálva. És ugye Ádámban vagyok majdnem, hogy úgy bugyi meg vállalható van rajta, és közben csinálja a dolgokat. Egyébként a tutoriál magát is csak szedegettek, tök hamar megvan, de viszont nekem muszáj volt házat keresni, mert a szabadban meglenni, az brutál metál, gyerek. Szóval az... És hiába van 9 lőszerem, semmi nem elég arra, hogy magamra csődítsem az összes zombit. De szerencsém, hogy találtam fegyvertelen ebből a szempontból. És azt hiszem úgy van beállítva, és ugye megint megvan minden, most ugye az a következő feladat, hogy hordani kell őket. Elvegyünk a karakterünkre. Ez pedig közel van az a hang. Ugye hátba vág. Szépen felöltöztetjük a jajnyt. Ide egyébként ez a kalap nem jó, ide jobb a másik fajta. Ugye itt írja már, hogy mi, hogy meddig merre hány méter, fát kell gyújtani, és bunkosbotot kell csinálnom. Még mennyi egy bunkosbot? Ugye ez megint az alapok, de a fegyverzet. Az pedig jobb. Aha. Ott kell hozni. Honnan jön ez? Ez mi? Nem láthat pedig. Itt van az a baj, hogy... Biztos, hogy vannak ott belül. Még nem áll fel? Ez a során lehet. Ide kéne bejutni valahogy. Ez a baj, nem zöröghetünk. Sok a zombi. Ez a része elég nehéz a játéknak. Lámpa is nincs, ugye vagy? Hát, baszki. Az ajtó meg zárva van. Fülelni próbálnak, hogy... Hát pedig itt járkál valaki. Ugye többszörösen be lehet fedni ezeket a dolgokat, egyébként az is ezzel a kalapácsos témával van, ugye a ballal törsz, a jobban javítasz. Muszáj vagyok zörögni. A zombiknak az agya fura, mert ha van létre, följön a létre, utána milyenek. Ami a filmekben nincs így, illetve én nem véletlen kapcsolatom ki a futó zombikat, hát ugyan már kérem. Nem egy GTA, ugye 1500-an látszol annyira. Így is elég nehéz a játék egyébként, de el lehet őket kerülni, mint látjátok, szóval... Tönkre ment az eszközünk. De egyébként azt a fát, amit betermelünk, azt... Jaj, az nem az. Mi nincs? Mi nem adta meg a fát? Mi három fát adott erre? Hát anyád. Baszki. 43 kör van. 3 fát adott erre csak. Hát ez hülye. És az a lesz, hogyha nem találunk ilyen 20. faszerűséget. Köszi ki. Ott van. Oké, ne világítgatni, hülye gyerek. Azért mutatom be ezt a részét, aztán meg később, ha lesz belőle play esetleg, vagy csinálok videót esetleg róla, akkor nem lesz ennyire megbonyolítva a dolog, hanem azért az ilyen lootos részek, ahol csak így ütsz egy óráig, az nem lesz benne, srácok. Valami jó helyen vagyok. Jó baj, ticsku. Mindent ezzel tudunk megoldani. Ezt meg egyébként szét lehet szedni. Érdemes mindig olyat csinálni, mert ahogy nő a szintünk idővel,
egyre jobbakat tudunk gyártani, és ha mindig azt javítjuk, akkor mindig egyre kevesebbet fog tudni alkotni a balta. Már itt az elején még egyébként minden. Nem próbálok az ablakon bemenni, ez a terv, srácok. Kevés lesz az eszköz, meg próbálom körbenézni. A hújtó az van, mert azt hallom. Hű, van. Két üvegboltot fog tudni nyitni a végére. Létezik, hogy ez ennyire üres? Majd ott fönt van a balhé, mi? Kiszólt valaki, vagy mi? A faszékek azért jók, mert felveszed. Itt van a, ugye bekerül a menüvel, és szétszeded. A balon fel. Ja, mert megvan az a fa, most egy bunkosbotot kell csinálni, mert az most rohadt fontos, mert nem érzékel a játék, hogy én már csináltam, ugye, akkor csináljunk még egyet. Előtte meg ezt szétszedjük, hogy legyen vele a fa. Nem tudom, hogy ilyenkor bukunk-e, annyira nem néztem meg, hogy bukunk-e vele. Oké, ez a küldetés is be van fejezve. Ezért lótolgassunk tovább, és akkor megint ugye adja a további feladatokat. Mi a fasz? Társadalom. Ebből el vagyok bújva, ebből nem látna. Ó! Egy komolyan bunkos bot, meg egy zseblámpa. Ez a jobbik eszköz, mert ezeket már érdemes javítgatni. Hát ez kicsit a dildozja a buldozernek tűnik, de ja, oda lehet vele vágni jó nagyokat. És ott vagyok bajba egyébként. És víz. Ugye mindent át tudunk nézni. Azért googolok, nem hülyeség, hogy ne vegyenek észre, mert ha észrevesznek, elkezdtem bejönni, vagy megpróbálom bejönni az ablakon. Mondom, nekem most valahogy úgy nem hiányzik. Egyébként egyből valószínűleg az ablakon bejönni. Van, te elkezdtem csinálni? Én kicsit a menő olyan furi. Amíg a tabot nyomom, meg bezárás, nem is nagyon csinálok, van, tehát még már tessen is az egész. Külön nincs is konyha szekrény. Menj gyereke. Atléta képességem nőtt. Ne basszos, semmi nincsen. Ki van fosztva az egész ház? És fémanyag. Ugye amit már egyszer átnéztünk, arra írja, hogy üres, vagy éppen van benne valami. Amit meg ugye nézünk, és nem volt még piszkálva, az ugye érintetlen cím szóval. Fél mondom, üres üvegek visszaváltásában már király lenni. Hihetetlen, hogy... Ugye megkaptam a pisztolyt, azért örültem annyira, mert nem nagyon szokott nézni. Ez mi? Jó, egyébként le tudjuk bontani a konyha szekrényt is, meg egy csomó mindent lebírunk szedni, ahogy. El tudunk tüntetni, ugye a székeket sem véletlenül. Marom össze, mert az ablakkal valamit kéne csinálni. Sőt, hát itt annyi ablak, hogy beszalsz. Mennyi palettetből? Mi van? Az, hogy ez gáz. Ez mind a falett belőle? Semmire nem elég. 21 fa. Baszki. Az semmire nem elég. Hát, hogy elrontottam. Ne vegyél észre, kérlek. Azt mondjuk szar ez a hely, mert nem az a baj. Nem volt időm szedni dolgokat, az a baj. Ó, videó be van vágva az üveg. És szerintem fönt még lesz is valami meglepcső, hiszen. Jó, mondjuk, ha lebontom a létrát, és a lépcsőt, akkor nem bírnak följönni. Ez hangolja valamit, és már itt van a zombi, ahol. Vagy lehet, hogy ott van benne. Zárva az ajtó. Soha megint, húzva még.
Mint hogy itt valaki van. Van egy olyan érzésem, hogy itt valaki van már. És akkor ugye, most a tutoriált, hogyha tovább akarjuk csinálni, akkor ugye tudom már csinálni fajjat. Vagy nyilvesszőket. Egyet csinálunk belőle, nem visszük túl, de csak azért, hogy meglegyen már. Most én jövőröm át oda. Hát nem állunk valami rosszul, nem mondhatom. Itt a lyukaitaló, még van bizonyunk is. És nem vettek észre, ami egy tök pozitív dolog. Oké. És visszakerült, mondjuk egy tiszta vízünk. Van 11 üvegünk, úgyhogy lyukaitalt egy egész rakománnyal be tudunk gyártani, ha van elég rastot szedett cuccom. Na de most viszont srácok, azt fogom csinálni, hogy szerintem ennyi plének ennyi bőven elég, mert nem sokára jön az este. És majd valószínűleg innen fogom folytatni a játékot, srácok. Szerintem ebben a helyiségben zombi van, azt tuti. De én most elkezdek itt vergődni, akkor ide csődül az összes, be foglak jönni az ablakon. Még annyit esetleg meg tudok csinálni, hogy meg kéne csinálnom, hogy lemegyek, már nem vesznek észre. Ezt a telibe szétnyomott ablakot, amit én, ahol... Szerintem itt van az ajtó, veszed? A hangok nagyon brutálak a játékban. És most ezt előre fogom, még egy nyilvesszőt kell gyártsak? Mennyi fa van? Nincs is fa. Nincsen fám. Ja, de van 20 millió, szemület szúrja ki. Most én más fogok csinálni, srácok, ezt a fa keretet. Kettőt. 10 darab. Mintha a hűtőben lenne olyan esküszöm. A fakeret az építkezés alapjából lehet vaskeretet csinálni, és ábrédelni meg így tudjuk. Hogy várjál, hogy egyszerűen csinálj meg az ablakot. Hát, hogy hogy jövök ki abban. A kurva anyád, de megjöttem. A köcsög, geci! Rohagy meg! Köcsög! A frászt hozta rám, baszki! Elnézést, hogy... Kikeltem magamból, de tényleg a frászt hozta rám. Jobb gombbal tudjuk ezeket beépíteni, csak olyan kevés a fa, hogy ennyi. Haha! Nem baj, lenyomtuk a gyökeret. Hallottam én, hogy valahol itt van a közelben. Ez mit adott? Semmit? El kéne tüntetnem a lépcsőn, gyereket. Mert ha ezt eltüntetem, akkor nem bírnak följönni. És észre is vettek, úgyhogy muszáj. Eltüntetni, mert ha be is jönnek, ott lent őrjöngenek, ütik a falat, meg izé, de amíg a teljes falat körbe nem szedik széllyel, addig nincs gond. Fölmászni föl tudnak, de csak olyan szinten tudnak fölmászni, mint egy más. Ahogy ez így van megoldva. Jó, mert beszedek egy csomó fát, gyerekek. A másik trükk meg az amúgy. Jó, mert egy kicsit bugos és le tudok nyúlni, csomó távolságot le lehet nyúlni. Látjátok, lent ütöm azt, hogy közöm nincs hozzá. Az nagyon jól jön ki amúgy. És ez keretből van, az alsó, úgy látszik, hogy ott keretből kell csinálni. Nem baj, mert kell egy csomó fasrácok, úgyhogy ki fognak szúrni amúgy. Mivel hogy ez egy könnyű kis, könnyű szerkezetű faház, azt szét is bontják. De első résznek, hogy láttatok a tutoriál, hogy milyen, ott már tudom, talajbontom, miért nem figyelek oda. Várjál, mit tudok én ittem?
Ujj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 j
Az eszköztönkre ment, hát ez ilyen buli. Nem tudom, mennyi kövem, jó, van még kövem, szétszed, most már fám is van. Úgyhogy meg tudom azt csinálni, meg ugye van kövem is, ugye ezek visszafelhasználhatóak. Megint csak azt fogjuk csinálni, srácok a kőbalttal. Megcsináljuk, de csak nem vettem egy észre. Az ablakon úgy bejön, hogy nem akar egyébként. Most ezt körbe tudtam volna ennyi fával már csinálni, lehet, hogy a bontóval lépcsőt, de majd ez marad a legközelebbi. Ugye a folytatásra, srácok. Viszont érdekes, hogy most nem sülök meg. Mintha nem bugolna. Néha bugol, néha nem bugol. Nem tudom, volt emlék. Mert nálam tényleg bugolt ez a rész a dolgoknak. Hát az így is egy olyan dolog, hogyha pont pofán tudod lőni vele, de azért nem olyan jó, mint a resztnál. A célzás. És akkor nincs probléma, mert nagyon gyorsan, és most jönnének be. Jöjjön. Fölfestem az ördögöt a falra, csinálunk egy ilyen kockát. Jújjújjújjújjújj, ott valaki okádott, vagy nem tudom ez mi volt. Megteszed a fakeretet. Én szerintem ezt kurva sokan kihasználják a játékban. És azért jó, mert vissza bírok menni. Na folytassuk a bontást, mert kell a fa. Játszok, nem kell ide lépcső. Azért, hogy a zombik föl tudjanak jönni, akkor főleg nem kell. Jó, tudjuk, ugye vagy a keretek? Nem jó, hogy igen. Nem látom már, mit ütök az igazság kezd csatítani. Tényleg nem kell ide egyébként az a létra. Mi ez? Jó, mert nem vettek észre, rohadt nagy szerencsém van egyébként, srácok. Mi a veszőt, azt azért már legyártjuk. Mi azt az egyet. Csak hogy haladjunk. Vagy nem vettek észre, vagy nem jönnek be, de nem ütik a falat még. Ezt lehet, hogy még este fogják. Küldetés befejezve ugye. És akkor a fakeretet, pont a fakeretet mondja, amit ugye már én előtte megcsináltam. Na le, ez baszki. Na, és szintre bontottuk a szitut. Zsír, öcsém. És azon gondolkozom. Nem tudom, de meg vannak égve, hogy nem tudom, hogy ez miért van így. Hogy... fakeret? Három darab fakeret kell? Ha valaki kiszúrt, vagy okádik kívül, vagy ilyen sok nagy volt a bori, vagy nem tudom ez micsoda, de... lehet, hogy ez, vagy van ilyen pukkanó zombiszerű ökösség. Mindent ezzel a kalapáncsival tudunk bontani egyébként, srácok. És akkor tudunk csinálni, hogy ott ne essünk át a lukon. Ugye le is kell raknunk azokat a fakereteket. És akkor puff. Vissza kalapács, jobb gomb. És már nem is van csinálva. És szerintem itt zombi van. Aha, már jön is. Kettem, hogy már hamarabb leverjük. Remélem csak egy van. Nem. Most van gáz. Az nem egy volt bassza. Hogy így nem nagyon tudsz pakolni, hogy közbe kergetnek.
ebből gáz lesz. Ennek jó vége nem lesz, baszki. Az meg is halt. Oké. Okay. Mi az öttél? Üzletember bácsi, mi van? Ne? Jó ez az ütő. Jó van, srácok, viszont... Ú, ez valami nagy állat. Már hallom. És most lett este. Hű, bazd meg. Szétszedjük, én nem fog öltöni, mert amúgy sem izgat. Nincsen bőrünk, úgyhogy le fogja dobni. Haha. Na mindegy. De hova lett a... Mit csináltam? Milyen gatya, milyen baromság. Nem jöttek még be eddig. Itt nagyon morog a pofámba. A hangok egyébként rohadt jók a játékban. Csak nem sikerült úgy megcsinálni, amit kellett volna. Na. És akkor így. Ennyi. Egész fel tudjuk szedni az egészen. De ez mi volt? Ellökött a semmi, baszki. Ez nagyon estelen, és félek, hogy nem fogják törni a házat. Meg kéne följutni gyorsba. És ott nincsen gyertya, nincs. Nem látok már igazából. Határozottan kiszúrtak. Amúgy. Most már. És szerintem nem is járkál, hanem üti a falat. Van egy jó érzésem. Tudod, hogy ki is láttunk. Aha, ott maradt két keret. Ah, visszét fogják merni az egész egymásra. Van egy olyan érzésem. Nem kapcsolva a zseblámpa, hogy visszét kapcsolva. Hát ők hogy bontsák a házat, ezt nem tudják lebontani egyébként annyira. De már üti. Na, egy szép, hülye vagy. Na, és akkor annyit tudunk még megcsinálni, srácok, ha már úgyis... Hogy... Az ágyat levágjuk magunknak. Csinálunk egy fa biztonsági ajtót. Nem sokat fog védeni, de annyit talán igen, hogy ne legyen problém, ha esetleg nehogy Isten följönnének, de nem tudnak följönni, szóval... Jelvileg nem tudnak fölmászkálni ilyen helyekre. Berakjuk szépen belőle az ajtót. És bezárjuk. Illetve még annyit tudunk csinálni, mert ez se fontos. Ez mi bazd meg? Ez, majd ezzel fogjuk... Én nem láttam, találtam még egy. Semmi nincs. Na, megvan az ágyunk, ennyit jutottam előre, srácok, ennyit tudtam haladni. Én ezt javaslom mindenkinek, hogy ez legyen az első, amit mit csináltok. Leraktuk a lanklaimet is.
ami ugye védi elvileg a külső emberek a dolgokat. És nem baj, ha van ablak végül is. Na, ennyi srácok. Ez az eszköz tönkre ment. Aha. Jártam. Tönkre ment. Okay. Szedjük. Csinálunk egy újat. Hogyha van a napanyagot, akkor mindent meg tudok javítani egyébként. De akkor keresünk a minőségben. Mennyi az idő? 23-46. Új, meg hol van az este? Még ez még, hú. Még nagyon messze van az este vége. Ugyanak is azért. Még nem van a kaja. Ilyenkor nyugi van, amíg, mert hiába törik össze az alsó részt, amíg a mellettem, az alattam lévő szintet teljesen el nem pusztítják, meg az ózás. Ez mi? Az ellenség összetörésére és a szomjad meg az úzásra, vannak benne elektronok. Te jó ég, na művítel. Ahogy sok mindent még én sem láttam a játékban. Jó van srácok, nem húzom tovább tényleg a dolgot. És én fakockát, még van 6 darab. Kicsit elszedettem, ja mert felszedettem, persze hülye vagy. És akkor így a lebbejárást meg tudjátok oldani. Ennyi volt a falálló, az szép. Az konkrét gyerek. Jó, mindegy. Minden szart borogató, direkt úgy a meccsával játék, hogy zörögjél. Na jó, van srácok, itt van az ágyikó. Hogy morogjanak. Deden voltam, ha tetszett a videó, majd legközelebb rámegyünk a páncélszekrényre. Deden voltam, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, ha szeretnénk információt kapni, mikor teszek fel újabb videót, vagy mikor van folytatás, mikor van live, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Még mindig okálik itt kívül valaki. További kellemes, egyre többen járkálom. További kellemes napot nektek. Sziasztok!